A tavalyi év utolsó napjaiban egy szűkszavú bejegyzésben adta hírül Déri Tibor polgármester, hogy hivatalosan is elindult a Farkaserdő Védetté nyilvánítása a fővárosi önkormányzatnál, amely támogatja is a kezdeményezést. Hogy mi is történt pontosan, illetve mi következik ezután, arról a helyszínen kérdeztük Újpest első emberét. Még a tavalyi év folyamán elkészült az a terv, illetve a tanulmány, ami megalapozza a Farkaserdő Védetté nyilvánításának indokait, ezt mi a fővárosi önkormányzat felé továbbítottuk még tavaly év folyamán, és természetesen ők is támogatták ezt az ötletünket, illetve ezt a tervünket. Ezt fogjuk tovább vinni, és elkezdődött a fővárosi önkormányzatnál az a folyamat, aminek az eredménye az lesz várhatóan, hogy a farkaserdőt védetté nyilvánítjuk. A fővárosi közgyűlés tavaly év végén két budapesti területnek már megadta ezt a védettséget, és a polgármester abban bízik, a farkaserdő is megkaphatja még idén ezt a besorolást. De mit is jelent ez pontosan? Ez egy magasabb védettségi fokot jelent, mint most egy. Egy természetvédelmi területé válik, amire különböző szabályok, külön eltérő szabályok vonatkoznak. Erdőművelés alá kell venni, ezeket a feladatokat el kell végezni, ahogy egyébként most is végezzük, csak sokkal komolyabban oda kell figyelni a faállományra, oda kell figyelni arra, hogy az erdőben lehessen turista útvonalakat kijelölni, ezek meg is vannak. Ám a védetté nyilvánítás a negyedik kerület esetében ennél jóval többet is jelenthet, teszi hozzá a polgármester, és szavaira biztosan sokan fölkapják most a fejüket. Mi azt is szeretnénk, hogy ez a terület növekedjen, hiszen a most, amit gyakorlatilag mi Farkaserdőnek gondolunk, az valójában csak egy fele rész. A megyeri útig tartó része, ami, hogyha mi magunkat a, magunk elé veszük a térképet, akkor a Rex területétől teljesen ide a, a Homoktövis utcáig tartozik, és a megyeri út határolja. Az a része még parkként van nyilvántartva. És mi ezt a parkot is szeretnénk átmorosítani arra, hogy ez is erdő legyen, hiszen az erdő onnantól kezdve vissza nem fordítható, tehát senkinek meg nem fordulhat a fejébe, hogy bármilyen építkezést vagy bármit elindítson mondjuk ezen a területen. Egy gyönyörű és hatalmas terület kaphat tehát most biztos védelmet a betontól és mindenfajta átalakítástól, és őrizheti meg ezzel azt a különleges világot, amely az újpestieknek, a káposztásiaknak olyan sokat jelent.